Az Aquidál FC-nél három helyen változott a kezdőcsapat a legutóbbi pécsi bajnokihoz képest, bekerült Baracskai Roland, Komáromi György és Tányéros Ádám. Az Etónál Toma György eltiltás, Óvári Zsolt és Priskin Tamás sérülés miatt maradt ki az előző, DVTK elleni bajnokihoz képest. A teljesen megújult csákvári játéktér első mérkőzését a hazaiak kezdték aktívabban, ám kevés veszélyes helyzetet tudtak kialakítani a bajnoki elején. A legnagyobb csákvári lehetőség a 19. percben jött el, ekkor Mim Gergely próbálta indítani Takács Tamást, egy védőről azonban levágódott a labda, Mim pedig futtából 20 méterről tüzelt, Ruiz Barnabás szögletre tolta az életerős bombát. Két perc múlva helyzetre góllal felelt az Eto, a jobb oldalon a korán megsérülő liptákot váltó Szimcsó Viktor futtatta Kovács Krisztiánt, aki remekül centerezett, az érkező Kulcsár Kornél pedig kapásból 10 méterről a rövid felsőbe vágta a labdát. A 23. percben egy jobboldali Győri szabadrúgás után Fodor Ferenc beelsőzte a labdát a rövid sarok mellé, majd a 35. percben a vendégek 16-osának jobboldali csücskén Mim kapott labdát, be is fordult, ám lövése elment keresztbe a kapu előtt. Az első félidő hajrájában Komáromi György kétszer is tesztelte a vendégek hálóőrét, ám ekkor még Ruiz bizonyult jobbnak ebben a párbajban. A második félidő elejét nagyon megnyomta a hazai csapat, az 51. percben előbb Major Gergő ballábas, rövid sarokra tartó bombáját tolta szögletre Ruiz, majd a sarokrúgás után Tányéros Ádám fejelhetett teljesen szabadon, az irányzék azonban nem volt pontos, a labda elment a hosszú sarok előtt. Egy perccel később egy jobb oldalról érkező labda Kalmár Benedeket találta szabadon, a csákvári támadó egy csel után eleresztett tekerése a keresztléc fölött húzott el. A 61. percben aztán egyenlített az Aquidál FC, Posztobányi Patrik remek labdával ugratta ki Mim Gergelyt, a hazaiak játékmestere el is pöccintette a labdát a kifutó Ruiz mellett, aki azonban buktatta Mimet. A büntetőt Takács Tamás maga biztosan váltott a gólra. A 67. percben életjelet adott magáról az Eto, egy gyors kontra során kísértett a Győriek gólja, megint Szimcsót állant Kovács elé, aki ismét remekül adott be, a teljesen egyedül érkező Vitális Millán azonban az óriási bravúrral visszavetődő Auerbach Martin kapusba lőtte a labdát. A kimaradt helyzetre ezúttal az Aquidál felelt góllal, a 70. percben Mim remek indításával Komáromi iramodott meg, bent ketten is várták a labdát, Komáromi azonban befejezte egyedül az akciót, ballal a rövid sarokba lőtt. A 81. percben meccslabdát rontott a hazai csapat, ezúttal Ominger Gergő mehetett kapura, a védőktől szorongatva azonban feladta a labdát Ruiznak. Ez pedig megbosszulta magát a 83. percben Vernes Richard baloldali beadását, Berki István bevetődve lőtte a tehetetlen Auerbach mellett a hazai kapuba, 2-2. Az Aquidál még így is nyerhetett volna, a 85. percben azonban Magyar Zsolt 25 méteres ballábas lövése a kapufáról jött ki. A vége így maradt 2-2-es döntetlen az Aquidál FC Csákvár és az Eto FC Győr mérkőzésén.